Sikeres rendezvénynek értékelte Domonyi László Kiskörösváros polgármestere a második alkalommal megrendezett születi mulatságot. Az elmúlt hétvége számos színes programot kínált a résztvevőknek, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Idén az eseményt, hasonlóan a tavaihoz, a pandémia miatt kisebb volumenűre szervezték. Megoszlanak vélemények, vannak, akik azt mondják, hogy jó nekünk. Így, úgymond kicsibe a mieinkkel, a mi művészeinkkel, a mi eh, eh, hozott eh, kisebb eh, volumenű eh, fellépőkkel, de van, akik azt mondják, hogy mégiscsak jobb lenne egy-egy eh, úgymond popzenei nagyágyút is eh, idehozni, mert több embert vonzunk be. Mint mondta, az, hogy jövőre milyen előadókat hívnak városunkba, nem csak a visszajelzéseken múlik, hanem azon is, hogy a vírus milyen hatással lesz az önkormányzat bevételeire, hiszen ez az idei mulatságot is nagyban befolyásolta. A második születi mulatság ez évben a város legnagyobb látogatottságú rendezvénye lett, melynek sikeréhez elengedhetetlen volt a helyi cégek önzetlen támogatása a fő támogatónk és szponzorunk a Protokon Kft. volt, kiskörös legnagyobb és legerősebb cége, de támogatott minket az AKER Plus Kft., a Körös Blank Kft., a Kunsa Access Zrt., a Kursplast Kft., a TT Logistik, az Ungvári Works, ők forintális támogatást adtak, és kaptunk tőlük a Kiskörös Városért Alapítványon keresztül. Mindezek mellett a Kis és Társa Kft., a Borana Kft., a Vasbor Kft., a Szentpéteri Borpince és a Kossuth Pince szövetkezet is támogatta az eseményt.